Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A nemzet hőseire emlékeztek a gyásznapon, több Tolna megyei településen is mécses gyújtottak. Szalámit loptak a házból, elítélte a bíróság az egyik tolvajt. Résen voltak a rendőrök, szolgálaton kívüli egyenruhások intézkedtek. 24 órás társasozás, több száz játék várta az érdeklődőket Iregszemcsén. Tolna megye több településén is megemlékeztek a magyar történelem egyik sötét napjáról, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 66. évfordulójáról. A megjelentek annak a több százezer embernek az emlékére gyújtottak gyertyát, akik meghaltak vagy börtönbe kerültek hazájuk védelméért. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő beszédében arra hívta fel az emlékezők figyelmét, hogy a közös összefogással bármit el lehet érni. Egymásnak adják át a lángot a megemlékezők Szekszárdon az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján. November 4-ét Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá, hiszen ekkor vonult be a szovjet sereg Budapestre és verte le a már több mint másfél hete tartó forradalmat. Talán kevésbé van a köztudatban értelemszerűen, mint a szabadságharc és a forradalom kitörésének a napja október 23-a, de ahogy említettem, ez egy régi hagyománya a városnak, úgyhogy ha nem is olyan mértékben, olyan létszámban, de azért sokan, sokfelől fontosnak tartják ezt a napot is, hiszen ennek a dicsőségesnek induló, de mégis szomorú időszaknak a lezárása erre a napra esett, úgyhogy én azt gondolom, mindenféleképpen a hősök megérdemlik a tiszteletet ezen a napon is. Hiszen hősök voltak, akik életüket adták, vagy több évre, évtizedre börtönbe kerültek amiatt, hogy kiálltak a magyar szabadság és demokrácia mellett. Dombóváron az Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével emlékeztek mindazokra, akik életüket adták országunk szabadságáért. A megemlékezésen a múlt eseményeiről, a helytállásról beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1956 parazsa évtizedekig őrizte a forradalom energiáit. Ez kapott erőre az 1989-es, 90-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek elegük lett a kádári terrort is felidéző baloldali kormányzásból. A műsort követően az 1956-os emlékműnél helyezték el a mécseseiket a város előjárói, az intézmények képviselői és a megemlékezők. November 7-e és 13-a között ivóvíz bekötés miatt teljes útzár lesz Szekszárdon a Cinka utcában, tette közzé a megyei jogú város önkormányzata közösségi oldalán. Az érintett időszakban az Ebes és Tüske utcák közötti szakaszon mindkét oldaláról zsák utca lesz. A városvezetés az ott lakók megértését kéri. November közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstopp, jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A kamatstoppal azokat a hazai kis- és középvállalkozásokat segítik, amelyeknek változó kamatozású, államilag nem támogatott forint alapú banki kölcsöne van. Az intézkedés összesen 60 ezer magyar céget érint, és mintegy 2000 milliárd forint hitelállományt. Mivel a kamatstopp a tervek szerint jövő év június végéig lesz érvényben, az érintett társaságok 8 hónapon át fizethetik az alacsonyabb törlesztő részletet, emelte ki a kormány szóvivő, aki szerint egy cégnek átlagosan 1,5-2 millió forinttal, a KKV szektornak pedig összesen 80 milliárd forinttal csökkentik a terheit.
A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára, lesz nyugdíjprémium és nyugdíjemelés. Erről beszélt a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook oldalán vasárnap. Nyitrai Zsolt elmondta, Magyarországon több mint 2 millió nyugdíjas él, és a kormány az idősügyet is családügynek tekinti, a nyugdíjasokat pedig szövetségesnek, hiszen egy teljes élet tapasztalata, szakmai tudása áll mögöttük. Köszönettel tartozunk nekik, tette hozzá. Közölte, 2010 óta a nyugdíjasok 4 alkalommal kaptak prémiumot, és visszaépítették a 13. havi nyugdíjat is, ismertette. A miniszterelnöki biztos elmondta, a szépkorúak idén is számíthatnak nyugdíjprémiumra, és a háborús szankciók okozta nehéz helyzet ellenére jövőre is lesz emelés. Szalámit ellopó férfit ítélt el a bíróság, egy társával követte el a bűncselekményt. Az élelmiszert végül megtalálták a rendőrök, de az már fogyasztásra nem volt alkalmas. Gépdaráló aprítja a húst a házi szalámihoz. Így készült az az élelmiszer is, amit a két férfi lopott el egy kölesdi házból. Egyikőjük besúrant a nyitva hagyott kapun, míg a társa a kazánházból elvitte az ott száradó 2 füstölt terméket. Csak hogy a ház tulajdonosa észrevette őket, egyikőjüket a helyszínen elkapta, a másik tolvajt pedig a rendőrök találták meg. A szalámik addigra már megrongálódtak, így azokat nem tudta megenni a készítőjük. Az ügyben most született bírósági ítélet. A szekszedi eresbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat bűnsegédként elkövetett lopás büntettében, ezért őt, mint különös visszaesőt, 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A tolvajoknak emellett a szalámik 7500 forintos értékét is meg kell téríteniük. A most elítélt férfinek nem most először gyűlt meg a baja a törvénnyel. A bíróság az eljárás során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott volt már büntetve, hasonló vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősül. Az ítélet jogerős, mert az ellen senki nem fellebbezett. A tél beálltára akár az 1000-et is elérheti a határvadászok létszáma, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, a határvadászok első 5-600 emberből álló csoportja már a rendőrökkel közösen járőrözik, ahol megszerzik azokat a gyakorlati tapasztalatokat, hogy hatékony, hatásos és törvényes eljárásokat folytassanak a határon. Rajtuk kívül több száz új jelentkező kiképzése kezdődött meg, tette hozzá. Hangsúlyozta, a határvadászok szolgálatba állásával fokozatosan megkezdődhet a honvédség erőinek kivonása a határőrizeti feladatokból, akik így a NATO-val közös gyakorlatokon vagy az ukrán határszakasz biztosításában tudnak részt venni. Két szolgálaton kívüli rendőr is résen volt, egyikük bolti tolvajt fogott el, másikuk pedig egy bűnügyi felügyeletet megszegő férfival szemben intézkedett néhány napja. Éppen bevásárolt az a szolgálaton kívüli szekszárdi rendőr, aki arra lett figyelmes, hogy a biztonsági őr és egy vásárló kiabál egymással, majd a nő kiszaladt a boltból. Kiderült, hogy az asszony korábban lopott az üzletből, csak elmenekült. Munkatársunk azonnal a nő után futott, akit néhány száz métert követően sikerült elfognia, és szólt a szolgálatban lévő járőröknek, akik a nőt lopás miatt előállították. Egy másik eset ugyanezen a napon történt, amikor az egyik szolgálaton kívüli kollégánk az egyik helyi bevásárlóközpontban tartózkodott, és egy számára jól ismert férfit vett észre. A bűnügyi felügyeletben lévő férfi, aki egyébként nem hagyhatta volna el az otthonát, egy bevásárlóközpont lottózójában tartózkodott. A kollégám azonnal értesítette a járőrtársait, akik a helyszínre mentek, és a férfit előállították. A szekszárdi rendőrök a férfival szemben kényszerintézkedést alkalmaztak. A bűnügyi felügyelet szabályainak megszegéséről pedig ezúttal is értesítették az illetékes ügyészséget és bíróságot is. Október 31-e helyett november 30-áig használhatók utazásra az előző tanévben, illetve fél évben kiadott matricákkal ellátott diákigazolványok. Az Oktatási Hivatal és a Technológiai és Ipari Minisztérium döntésének értelmében egy hónappal meghosszabbították a diákigazolványok érvényességi idejét a közlekedési szolgáltatóknál.
Közölték, hogy a köznevelésben a 2021-2022-es tanév érvényesítő matricájával, a felsőoktatásban pedig a 2021-2022-es tanév második féléves matricájával érvényesített diákigazolványokkal november 30-áig lehet kedvezményesen utazni. Elkészült a nagydorogi reformátusok története 1554-2013 című közel 500 oldalas könyv, melyet Dobri István helytörténész írt több évtizedes kutatómunka eredményeként. A kötet minden eddiginél részletesebben mutatja be a nagydorogi református gyülekezet történetét, valamint gyűjti egy csokorba értékeit. Nagydorog különben egy szintiszta református község volt, a katolikusság a 19. század elején jelenik meg Nagydorogon, méghozzá akkor, amikor a Széchenyi család tulajdonába kerül Nagydorog, és a mellette lévő két puszta, Bezzeg puszta és Földes puszta, és a hosszú ideig nagyon korán templomot tudnak építeni, még a türelmi rendelet kiadása előtt, a ma is látható templomot, nagyon hosszú ideig a Tolnai Egyházmegyének az egyik legerősebb gyülekezetéről beszélünk. 2000 vagy közel 2000 tagja volt a gyülekezetnek, meg hát mellette a sok gyermek, meg minden, akik nem számítanak tagnak, viszont ez a létszám sajnos fogyott. A Kreatív Iregszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták intézménye 2020 februárjában alakult meg, azóta igyekeznek tartalmas és érdekes programokkal megtölteni a falu életét. A hétvégén zajló 24 órás társasjáték partit már másodszorra szervezték meg. Több százan fordultak meg az eseményen, ahol számos játék közül válogathattak az érdeklődők. 24 órán keresztül zajlottak a játékpárbajok Iregszemcsén, a Kreatív Iregszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták intézménye több mint két éve kezdte meg a közösség kovácsoló munkáját a településen. Az általuk szervezett egyik legsikeresebb rendezvény a 24 órás társas játékparti, amely másodízben mozgatja már meg az odalátogatókat. Közel 150 játék közül válogathattak az esemény résztvevői, tudtuk meg a szervezet elnökétől. Vannak gyerekjátékok, filler játékok, tehát ezek az ilyen pár perces felnőtteknek való ilyen kis levezető, két fröccs között így el lehet vele lenni, és természetesen vannak ezek a heavy euro, ameri típusú 3-4 órás komolyabb játékok is, és erre egy külön termünk van a mai estén. Az esemény résztvevői közül pedig többen választották a komolyabb társas játékokat, amelyek sok gondolkodást és taktikázást igényelnek, ezáltal akár 5-6 óráig is eltarthat, mire a játék végére érnek, mondta el az egyik résztvevő. Mindig, mikor leülünk játszani, komolyabb játékokkal játszunk, és előre kell gondolkozni, különböző stratégiákat választani, és nekem ez egy ilyen agytréning, mellette meg társaságban vagyunk, szórakozunk, és jól érezzük magunkat. A szervezők ígérik, a jövőben sem maradnak a társas játékok kedvelői program nélkül. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Átadták az edzőközpontot Pécsen, idősebb Dárdai Pál nevét kapta a létesítmény. Milliós gázszámla a barcsi karatésoknál, sportbarátok, szülők, döntéshozók segítik a kifizetést. Haláleset, kórházi ápolás, családi tragédia, szívhez szóló történettel próbálkozott a csaló. Kettős ünnepre gyűlt össze a PMFC család. November 4-én a Pécsi labdarúgás napján adták át hivatalosan az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontot. Az eseményen életműdíjat kapott ifjabbik Dárdai Pál, válogatott labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Egykori és mai legendás pécsi labdarúgók és edzők töltötték meg az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont csarnokát. Az emléknapot a Pécsi Dózsa Newcastle United felett aratott győzelmének és kupa továbbjutásának évfordulójára tűzték ki. A Pécsi labdarúgás napja idén egyben az akadémia ünnepélyes átadója is volt. Engem egy különösebb viszony fűz hozzá, hogy egy ilyen másodapai szerepet is betöltött az életemben, amikor elvesztettem az édesapámat, az csak a pikantériája, úgyhogy én büszke vagyok, és azt gondolom, hogy méltó ember nevét képviseli. Itt majd az utókornak lesz a feladata az, hogy ezt a nevet
méltóan képviseljük. Az akadémiát Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár adta át a labdarúgóknak. Én azt gondolom, hogy az utánpótlásban is kiemelt jelentősége van annak, hogy a gyerekek kultúrát körülmények között tudjanak napi szinten edzéseken részt venni, és ezzel is azt gondolom, hogy azt segítjük elő, hogy a gyerekek minél inkább hülyek legyenek a sporthoz, és hülyek legyenek ahhoz, hogy folyamatos testedzésben részesülhessenek. Az eseményen adták át az idei életműdíjat is, amit ifjabb Dárdai Pál, válogatott labdarúgó edző, a Magyar Labdarúgó Válogatott korábbi szövetségi kapitánya vehetett át. Én itt nőttem föl, hogy itt lett volna egyszer egy nagy stadion, meg pénz, hogy ezt be kell vallani, lehet, hogy kise teszem a lámat a Pécs táblától, biztos, hogy akkor kicsit butább maradtam volna, mert az ember, ahogy járja a világot, nyílik az agya, nagyon sok mindent tapasztal, nem panaszkodom, tehát az életem, a sorsom, ahogy alakult. Én szeretek ide hazajönni, ez most jó, ugye a Kulcsáráti révén már voltam többször ebben a létesítményben, az elején is megnéztem, amikor kezdték építeni, de most, hogy ez a csarnok így kért, tehát így majdnem teljes, egy-két pályát, amit hozzá tudnak dobni, akkor megvagyunk. Az ünnepségen beszédet mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kultúráért felelős államtitkár is, aki sokat tett az akadémia létrejötte érdekében. Amikor egy ikonra figyelünk, mint a tényleg a dárdaiak, Palcsi és az édesapja Pali bácsi olyan sokat adtak a pécsiség öntudatának, meg a büszkeség érzésének, hogy igen, rájuk figyelve, rájuk tekintve, valóban a kormánynak nagy köszönettel tartozunk, hogy ez az utánpótlás képző akadémia, ez a központ megépülhetett. Azért fontos, mert az jövőt szolgálja. A hivatalos átadó után a gyerekeké volt a pálya. A PMFC U9-es fiú és lány labdarúgói tartottak bemutatót. A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek Somogy megyében is nehéz helyzet elé állították a sportegyesületeket. A barcsi karatésok takarékoskodással, más fűtési mód választásával és összefogással próbálják túlélni az energiaválságot. 25 fok. A napsütésnek köszönhetően október végén még szokatlanul meleget mutatott a hőmérő a barcsi karatésok edzőtermében. Az egyesület 3,5 éve találta meg végleges helyét ebben az átalakított autószalonban. A tulajdonos a hely bérléséért mindössze 20 000 forintot kért, ám a rezsiválság miatt még ettől a jelképes összegtől is elállt. Miután 3 hónapra előre meg kellett vásárolniuk a gázt, az év végéig lekötött 500 köbméterről szóló számla olyan összeget mutatott, amely veszélybe sodorta a klub további működését. 950 ezer plusz áfa, 500 köbméter gáz, ami köbméterenként 1900 forint. Na most ez képtelenség. Tehát mi ezt nem tudtuk volna kifizetni, és hogy ilyenkor választás elé kerültünk, vagy bezárunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, akkor ez ennyi volt, és 30 éves klubnak vége van, vagy pedig hát elkezdünk magunkat megmenteni. Jelenleg 35 gyermek és felnőtt jár rendszeresen edzésre. A barcsi karatésok szinte minden hazai és nemzetközi versenyen ott vannak, amelyekről évente mintegy 200-250 dobós helyezést hoznak el. Mivel nem akarták veszni hagyni az elmúlt évtizedek munkáját, ezért a sportbarátok összefogtak és gyűjtésbe kezdtek. Emellett azt tervezik, hogy átállnak klímás fűtésre, mert az áramára még drágábban is jóval kedvezőbb, mint a gázé. Úgy tudjuk, a polgármester is felajánlotta segítségét, aki az ezévi 1 millió forint plusz áfás villanyszámla kifizetésére tett ígéretet, míg egy klímaszerelő édesapa önkéntes munkában vállalta a berendezések felszerelését. Azért ajánlottam fel ezt a szerelést ingyen, hogy az én fiam is ide jár kb. 11 éve szerelés edzeni, és nem szeretném, hogy felbomolja ez a jó kis csapat. A gyűjtési felhíváshoz azonnal csatlakoztak a szülők, a helyi cégek és a volt tanítványok is, akik így már nagyjából 1 millió forintot gyűjtöttek össze. Csalás büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben a pécsi járási ügyészség. A vádlott a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követte el tettét. Egy 81 éves sértettől akart pénzt kicsalni a pécsi belvárosban úgy, hogy egy kitalált történetet adott elő, ami vele és a családjával történt. A férfi már többször próbálkozott így idősektől pénzt szerezni, jelenleg is két ügyben kell felelnie a bíróság előtt. Itt Pécsett a Király utcában próbált egy 81 éves nőtől pénzt szerezni a vád szerint az a férfi, aki ellen már folyamatban van büntető eljárás hasonló elkövetés miatt. Egy családi tragédiára hivatkozva kért pénzt az idős nőtől.
előadta, hogy családi tragédia érte, ugyanis Iker gyermekei születtek, az egyikük meghalt, a felesége kórházban van, és anyagi segítségre lenne sürgésen szüksége. Ezért 30 ezer forintot kért kölcsönbe. Az idős hölgy megsajnálta a férfit, és mondta neki, hogy kísérje el egy közeli bankautomatába, ahol pénzt tud kivenni. Azonban nem jutott eszébe a PIN kódja, ezért azt ajánlotta a férfinek, hogy menjenek be egy bankfiókba a pénzt felvenni. Menet közben azonban a férfi többször hangoztatta a hölgynek, hogy erről a beszélgetésről, erről a kölcsönről ne szóljon ismerőseinek, illetőleg családtagjainak, és ez gyanússá tette őt az idős hölgy számára. Ezért amikor a bankfiókba értek, ott az ügyintézőnek elmondta, hogy szerinte csalás áldozata lesz, ezért ne kapjon vagy ne adjon pénzt neki az ügyintéző. A sértett segítségkérésére tekintettel az ügyintéző az ügyfélváróba ment, időközben azonban a vádlott távozott a bankfiókból. A bűncselekmény így tulajdonképpen nem fejeződött be. Az ügyészség indítványt tett a férfival szemben, hogy a korábbi ügyéhez egyesítse ezt a vádat is, ugyanis a férfival szemben jelenleg is két büntetőeljárás van folyamatban a Pécsi Járásbíróságon, ahol hasonló módon idős sértetteket tévesztett meg. Hasonló tragikus történetet adott elő a vád szerint a többi esetben is. A 47 éves Tolna megyei férfi tette a csalás minősített esetének a megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés, tájékoztatotta a Baranyi megyei főügyészség. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. A nemzet hőseire emlékeztek a gyásznapon, több Tolna megyei településen is mécses gyújtottak. Szalámit loptak a házból, elítélte a bíróság az egyik tolvajt. Résen voltak a rendőrök, szolgálaton kívüli egyenruhások intézkedtek. 24 órás társasozás, több száz játék várta az érdeklődőket Idegszemcsén. Kedden jelentős légköri eseményektől mentes idő várható, napos, enyhébb és tartósan párás, ködös rétegfelhős hűvös területek váltakozása fogja jellemezni az időjárást. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!